Kedves testvérek, mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök egyházközségi családi napunkon. Bár még messze nem vagyunk a teljes létszámban a regisztrációk alapján, de üdvös és méltó, hogy ünneplésünket, együttlétünket, a napot szenteljük meg, és a mindenhat Istennek adjunk hálát mindazért, amit kaptunk, hogy megérhettük ezt a mai napot, hogy együtt lehetünk. A Római Katolikus Egyházközség megrendezte az első egyházközségi családi napot az Erzsébet-ligetben, a Karcza Kincse Művészeti és Konferencia Központ melletti téren. 9 órakor tábori szentmisével kezdődött a nap, melyen egy-egy verssel közreműködtek a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 8. osztályos tanulói, Kis Anikó és Tőkés Nóra, valamint a gitáros énekkar. Ezt követően Verez Zoltán plébános köszöntötte a megjelenteket. Kívánom, hogy mindannyian érezzétek meg az életben, nem csak a mai napon, egyébként is Krisztusnak a szeretetét, amelyen hozzánk jött, és adjuk tovább, és hívunk másokat is. Sokan mondják, hogy a misi az unalmas, meg nem értik, mert nagyon sokan távolról találkoznak még ezzel, ugye egyháziskolából kvázi kötelező, de higgyük el, hogy ha elcsendesedünk egy pillanatra, kaphatunk élményt egy szentmisén, akár egy gitáros ének formájában megcsendülő hang segíthet bennünket, akár a szónak a jegyében, amit a pap prédikál, adhat egy olyan élményt, ami segít utána egész héten, hogy jól érezzük magunkat is, erőt merítsünk belőle. És persze, aki már közelebb áll az Úr oltárához, onnét már a kenyérből, magából, Jézus testéből találkozhat. Kívánom, hogy mindenki találja meg magát, és találja otthon az egyházban. Isten hozott mindenkit, és nagyon szép napot kívánok mindjártunk. A köszöntő gondolatok után a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda 2. B és 4. A osztályának táncos produkciója következett, majd a Vitéz László Bábszínház műsora várta a gyerekeket Fekete Dávid jóvoltából. A napot a Képmás Zenekar, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye emblematikus csapata zárta. A nap folyamán számos programból lehetett még választani. A zumba bemutató, a sportfoglalkozások, az óriás társasjáték, az arcfestés és csillámtetoválás mellett a Bengecseg Alapítvány kvíz és népi játékokkal, a Rummi Kup Klub, a Karcagi Rendőrkapitányság, a Karcagi Mentő Alapítvány és a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség bemutatókkal várta az érdeklődőket, a legkisebbeknek pedig dudorászó és dúdoló foglalkozásokat tartottak.